Hétvégén érkezett a hír, hogy szeptember 19-én 90 éves korában meghalt Bruno Sacco, a Mercedes talán legnagyobb hatású tervezője. Ha a 80-as, 90-es vagy 2000-es évekbeli Mercedes látsz az utcán, és így ránézel, hogy még mindig mennyire friss, még mindig mennyire jól néz ki, akkor az nagyrészt neki tudható be. Kevés tervező volt ekkora hatással az iparra. A műszaki vívmányok mellett a Sacco design volt az, ami miatt a Mercedesek, ezek a 80-as, 90-es évekbeli Mercedesek annyira mélyre verték a gyökerüket az emberek tudatában. És Sacco zsenialitását modellenként vizsgálva, külön autónként vizsgálva igazából nem lehet megérteni. Ő rendszerben gondolkodott. Egy olyan modellpalettában gondolkodott, ahol minden autónak megvan a helye, egyik sem tűnik többnek vagy kevesebbnek a másiknál, de kapcsolódnak egymáshoz, mert ezáltal egy képet tudsz kialakítani a márkáról, ami ugyan sokkal több munkát igényel a tervezők részéről, viszont hosszú távon sokkal inkább jövedelmező. Az volt a hitvallása, hogy egy Mercedesnek mindig úgy kell kinéznie, mint egy Mercedesnek, ami most egy ilyen üres frázisnak tűnhet, de várjatok, elmagyarázom, nagyon érdekes. Sacco 1933-ban született Olaszországban, Udinében. Saját bevallása szerint egészen attól a ponttól érdeklődött a járművek iránt, hogy apukájától gyerekként kapott egy játékvonatot. Aztán 1951-ben látott egy Studebaker Commander Regalt, egy klasszikus amerikai autót, egy Raymond Loewy által megtervezett amerikai autót, amikor eldőlt, hogy neki is ez a sorsa, autódizájner lesz. Miután elvégezte a Torinói Egyetemet, rövid ideig dolgozott a Pininfarinának, valamint a GEA-nak, ugye ezek a korszak leghíresebb karosszéri építőműhelyei, majd 1958-ban tett egy rövidnek szánt kitérőt a Mercedes felé. Tényleg nem akart sokáig a Mercedesnél dolgozni, egy kitérőnek szánta a karrierjében, viszont Berlinben megismerkedett a feleségével, Anna-Marie Ibbel, így hát végül ott maradt Németországban, és több mint 40 évig dolgozott a Mercedesnél. Két komoly motivációja volt, hogy a Mercedeshez menjen. Az egyik az 50-es évek versenysikerei, a GP autók, a másik pedig a 300 SL. De a sors furcsa fintora, hogy amikor 58-ban a Mercedeshez került, az az ember lett a főnöke, Friedrich Geiger, aki megtervezte a 300 SL-t, így Paul Brack után ő lett a Mercedes második dizájnere. Paul Brack is megérne amúgy egy videót, őt inkább a BMW-kkel szokták összefüggésbe hozni, de szintén egy megkerülhetetlen autóipari monolit. A korai időszakban Sacco dolgozott a V100-ason, ez ugye a 600-as Grosser néven is emlegetik, de talán úgy ismerik a legtöbben, hogyha azt mondjuk, hogy minden diktátor limuzinja, de dolgozott ő a Pagoda S ellen, ami már egy ilyen olaszosan könnyed, finom roadster. Tényleg nem hozta zavarba semmilyen feladat, egy időre átkerült a Mercedes járműbiztonsági részlegére is, itt a magyar mérnök Barényi Béla volt a főnöke. Nagyon jól megérezték az idegszavát, mert ahogy haladt az idő a 70-es évek felé, az emberek egyre fontosabbnak érezték a biztonságot. Az autógyártók rájöttek, hogy egyrészt ez egy jó selling point, másrészt gazdaságilag nem elhanyagolható az a tényező, hogyha a vásárlóid életben maradnak, mert hogy akkor újra eljönnek majd hozzád autót venni. Itt lett amúgy Sacco szenvedélye a biztonság. A 60-as évek végén aztán Brack visszatért Franciaországba, így Sacco lehetőséget kapott arra, hogy a kísérleti jármű osztályon helyezkedjen el, és az ő vezetése alatt készült el a C111-es prototípus. Ez igazából nem egy autó, hanem egy prototípus sorozat, amit a Mercedes amolyan mozgó laboratóriumként használt. Építettek beléjük Wankel motort, tuningolt dízelmotorokat, sőt, készült V8-as biturbo is. Mindegyikben ez az olaszosan lágy égforma és a brutális sebesség volt a közös, mert a Wankeles és az 5-hengeres turbodízel autók is megfutották a 300 km/h, a V8-as biturbót sikerült belehajszolni a 400-ba. És hát nézzetek rá, amikor ezt az autót meglátták, abban az időben valószínűleg olyan volt, mint egy UFO, és bár gyártásba igazából sosem került, azért vannak rajta műszaki megoldások, amik átszivárogtak a tömegmodellekbe. 1971-től vezette a design részleget, bár előtte még mint vezető mérnök volt egy kisebb kitérője. Az első, teljes egészében az ő irányítása alatt készülő autó, az a 123-as Mercinek a kombi kivitele volt a T-modell, ahogy a Mercedes hívja, ugye. És a 123-as nagyon fontos az idővonalon, mert utána kezdődött a fordulópont. Ugye ezek még régi autók voltak, klasszikus vonalakkal, sokrommal, különálló lökhárítókkal,
kromdísztercsákkal, mi egyébben. És ami utána jött, a 124-es merci, ami váltotta ezt a típust, az megint csak mint egy UFO. A két autó között akkora a szakadék, hogyha nem tudnám, hogy melyik gyártóról van szó, simán azt gondolnám, hogy a kettő között volt még egy autó. Sokan amúgy nem is szerették a 124-est eleinte, mert azt mondták, hogy az egy lelketlen cipős doboz, úgy néz ki, mint egy műanyag vödör. A világ akkor még nem értette a zsenialitását, később aztán szépen elkezdték inkább követni. Mert ez egy nagyon-nagyon fejlett autónak számított a maga idejében, akár a dizájn megoldásai, a rendkívül alacsony légellenállás, a biztonsági megoldások. Ugye ezt az autót már az olajválság szülte. Pici kis soros 4-hengeres, 5-hengeres és 6-hengeres motorokra találták ki. Elől szűkek voltak a hossznyúlványok, ugye mekkora kihívás volt a Porsche-nak berakni a V8-as motort, amikor mégis csináltak belőle V8-ast. De az biztos, hogy a Mercedes itt engedte el dizájn és technika szempontjából a régi autókat, és itt léptünk át a modern Mercedes-ek korába. Ez egy nagyon erős választóvonal. És nem is feltétlen ez, hanem a 190-es, a Baby Benz, ugye a V201, a Mercedes első kompakt szedánja. Ezt később Sacco elmondta, hogy nem ez a kedvenc autója, mert az a 126-os kupé, de ez a legeslegfontosabb autó, amin ő valaha dolgozott a Mercedesnél. És hát tényleg, nézzétek meg, Sacco előtt a Mercedesek ilyen barokkosan túldíszített guruló katedrálisok voltak. Utána viszont megérkeztünk a modern autók korába, ami tulajdonképpen most is zajlik. Azt, hogy ezek az autók mennyire magas színvonalok voltak műszakileg, azt már számtalan videóban hangsúlyoztuk, de Sacconál a design és a műszaki tökéletesség az összefort, hiszen egy gépészmérnök volt az ember, nem tudott máshogy, hogy szorosan együtt dolgozott a dizájn részleg és a járműfejlesztés. Nézzétek meg például a 124-es kaszniát felülnézetből. Az autó hátrafele keskenyedik, mert így tud jobb lenni a légellenállása. És maga az autó is keskeny. Ez amúgy később kritikák tárgyává vált, mert hogy nem volt különösebben tágas. A 190-es, ami egy komplett kategóriában a kisebb autó volt, az közel olyan tágas volt, mint a 124-es. Csak abban a kategóriában az belefért, viszont a 124-esnél azért többet vártak a vevők. Mindegy is, az olajválság idejét értük a fejlesztés során, egész egyszerűen mindent alá kellett rendelni a fogyasztásnak és a világbajnok CV értéknek. Sacco filozófiáját két kifejezésen át lehet megérteni. Az egyik a horizontális homogenitás, vagyis hogy az éppen kínálatban lévő autók kapcsolódjanak egymáshoz. Ez ugye a külső szemlélődő számára inkább zavaró lehet, mert ránézel egy 190-esre, egy 124-esre, egy 126-osra, és lehet, hogyha így elvillan a forgalomban, akkor meg sem tudod állapítani, hogy éppen mit láttál. Viszont ez fontos volt azért, hogy a márkáról kialakuljon egy egységes kép. És ugye, mivel az közös volt mind a három típusban, hogy nagyon magas műszaki színvonalat és nagyon tartós autót kaptál, ezért ugye ez a tulajdonság ez adott volt, és ezt hangsúlyozni kellett valahogy a dizájn elemekkel is. A másik nagyon fontos fogalom az pedig a függőleges rokonság vagy függőleges folytonosság. Vagyis, hogy a modellváltásoknál, amikor kijött az új modell, akkor a kifutónak nem volt szabad nagyon öregnek látszania mellette, mert hogyha túlságosan nagyot változtatnak a formanyelvben egy modellváltásnál, akkor az roncsolja a márkáról kialakult összképet. Ez az eladások szempontjából akkor nagyon jó volt, mert hát lehetett percegni azon, hogy jaj, hát úgy néz ki a 124-esen, mint egyes osztály, de ez csak inkább azokat az embereket zavarta, akiknek úgysem volt pénze Mercedesre. Közben amúgy ezekből az autókból többet adtak el, mint korábban bármiből, tehát a stratégia kifizetődővé vált. Utólag viszont kitermelt egy annyira konzervatív vevőközönséget a Mercedesnek, ami a 90-es évek közepére végére már inkább kellemetlen volt, mert az emberek azt várták a Mercedestől, ahogy akkor nézett ki, és nagyon nehéz volt új vevőket behúzni, és akinek már volt egy, annak már nehéz volt eladni ugye még egyet. De az tagadhatatlan, hogy ez a két gondolat, ez a horizontális homogenitás és a függőleges folytatólagosság, volt az, ami kitermelte azt a Mercedes csúcsidőszakot, amire a mai napig így visszamutogatunk, hogy ezek azok még autók voltak, akármennyire is semmit mondó kijelentés ez. És bár a 190-es tartotta az általa készített legfontosabb autónak a vállalatnál, de mégis a legszebbnek egyértelműen az R129-et, a kocka S-et nevezzük talán így. Ha megnézitek, ez az autó is tökéletesen passzol a Mercedes modellpalettába,
de közben más, új, végtelen arányos, rengeteg-rengeteg műszaki újítással, például ebben volt aktív bukócső először, hogy más nem mondjak. És Sacco tudta, hogy ezek az autók 20-30 évig az utakon lesznek, ahogy az utakon is vannak, nézzétek meg Albániát, vagy akár Afrikát. Tehát, ha a technika nem öregszik meg, a dizájnnak sem szabad. Ezek még mindig nem tűnnek öreg autóknak, főleg azért, mert a formai megoldások, amiket alkalmaztak rajtuk, azokat tulajdonképpen ma is alkalmazzák. Érdekes módon a 140-essel, a Bálna Mercivel viszont nem volt elégedett. Azt mondta, hogy annak az autónak a tetővonala 10 centivel magasabban van, mint kéne. És erre egy kicsit rossz ízzel is emlékezett vissza mindig, mert az ergonómiai osztály, ami minél nagyobb teret akart, minél tágasabb fejteret akart az autóba, az egy kicsit úgy érzi, hogy elnyomta őt. Csak viccesen azt szokta rá mondani, hogy üvegház, mert hogy hatalmasak az ablakai. Emiatt nyilván a bentülőknek nagyon kellemes az élmény, viszont hogyha valaki kívülről néz egy 140-est, egy picit talán kevésbé tűnik arányosnak, főleg a rövid tengely TU változat, mint a többi korabeli Mercedes. A 90-es évek végére aztán egy kicsit elfogyott a lendület. A Mercedesnek előregedett a vásárlóközönsége, új vevőket kellett behozni, ami nem várt kihívások elé állította a dizájn részleget, és jött például a 210-es E-osztály, a pápaszemes vagy kereklámpás, ki hogy hívja, ami nem tudott annyira harmonikus, meg annyira finom lenni, mint a 124-es. Aztán ott volt a 220-as S-osztály, ami megint nem lett nagyon markáns, bár azért besikerült néhány maradandó autó, ott van például az R230-as SL, ami hát hamarosan 25 éves is, még mindig fiatalnak tűnik, tényleg újnak, annyira időtálló, vagy például a C215-ös, a 220-as S-osztálynak a kupé változata, ugye a CL, ami talán a legtökéletesebb óriás kupé, német óriás kupé a 2000-es évekből. Ez volt az egyik utolsó autó mellesleg, amely Sacco irányítása alatt készült. Én amúgy nem gondolnám, hogy ezek az autók dizájn szempontjából annyival rosszabbak lennének, csak az elődök tették annyira magasra a récet, hogy ezt igazából az alkotójuk sem feltétlenül tudta megugrani. Akárhogy is, megreformálni egy ennyire konzervatív gyártót, és egy ennyire konzervatív gyártó vevőinek a torkán lenyomni valami ennyire radikálisan újat, az igazából nem, hogy egy, de két-három életművet is megtöltene. Sacco 1958-tól 1999-ig dolgozott a Mercedesnél. 41 éven át. És ez az a korszak, ahol kialakult az az image, amire a rajongók visszamutogatnak, és ez az a korszak, ahova a gyártó, hát legalább a marketingben szeretne visszanyúlni, hogyha már a minőség nem olyan, mint akkor. Tehát mondhatjuk, hogy Sacco nem csak letett valamit az asztalra, hanem ő hozta az asztalt. És van egy személyes okom is. 1991-ben, amikor megszülettem, apukámnak egy öreg 123-as mercie volt, majd pedig 124-es mercik sora következett. Ne gondoljatok semmi nagyon komoly dologra, 200-as dízelek, 230-as benzinesek, egyszer volt egy sorhatos 300-as AMG, az is remek autó volt, de a lényeg az, hogy nekem a Sacco Merci az a bölcsőm, így átvitt értelemben is, meg tényleg is. Ezek miatt, a mercik miatt kezdett érdekelni az autózás, akár a műszaki oldala, mert mindig ott kellett lennem az olajcserénél, meg a fékcserénél, meg amikor autót szereltünk, meg az autózás emberi oldala is, mert hogy ilyet vezettem először, ilyennel utaztam először külföldre. A legfontosabb emlékeim azok mindig 124-es mercikhez kötődnek. Olyannyira, hogy amikor úgy először ráeszméltem a világra, és emlékeim vannak 2-3 éves koromból, ez vésődött be. Tehát ha valaki azt mondja, hogy autó, még mindig a jellegzetes kisdoboz, nagydoboz, kisdoboz, sötétkék 124-es merci jelenik meg Sacco deszkával az oldalán. És ezeket az autókat Sacco rajzolta meg. Az ember, akinek nem kell szobrot állítani, mert neki már van pár millió szobra, ami fut a világ útjain, és egy darabig még futni is fognak. Szóval, viszlát, mester, és köszönjük!